Ciao. Beállítottad, normálisan a fényeket, meg minden, meg, meg a hangfalak is tökéletes, ugye? Szuper. Ma azt hiszem, ként, hogy tudjuk, a fényt, azt arra puzom, jó, hogyha nem gond, hogy normálisan nézek ki. Jó, meg ezt, ezt beállítjuk normálisan, ezt megpakoljátok hátra, hogy minden rendben legyenek, és ha hozom az én kedves állatomat, akkor szuper legyen a dolog. Jó, úgyhogy elkészítettek, mindenki rendben van, oké. Okay. Ja, és kösz, ne, ne létszre, és legyetek néma csendben, oké. Okay. Na, kezdjük, szóval ez a feeling lesz, úgyhogy kezdjük el, akkor legyen izgalmas. még egy dolog hiányzik. De, még csak. Te jóság! Ciao, hello! Tessék, tessék. Szia barátom, ciao! És Hó, itt van, itt van. Világára. Tudsz, tudsz énekelni? Tudsz énekelni? Melyik a kedvenced ma? Cica? Cici? Cicó? És itt a szuper. Ez én vagyok. Köszi, hogy megismertél. Tökéletes. Alkalmas nagy filik. Igen, gyere, hozzad a kaját, jó? És aztán együtt fogunk zabálni. Úgyhogy én nem vagyok mindenben, oké? Okay? Ciao. könnyű szülést, hát nem is tudom hány ujja, minden ujja, könnyű szülést, kedves barátaim, apró kihagyás után itt vagyunk, most már mondhatjuk, hogy többes szám van, hiszen kedves műsorvezető kollégám is felültette itt a fejét. A videózás legelső pillanatában megfogadtam, hogy ha megszületik a gyerek, akkor nem fogok vele oroszlán királyozni. Az a helyzet, hogy abszolút szép még soha nem volt ennyire szétesve, ez azért van, mert nem úgy alszom, nem alszom, vagy ha alszom, akkor nem akkor alszom, ha egyáltalán lehetne aludni. Nagyon sok mítoszt fogunk ma megdönteni, ezen kívül pedig elmesélem nektek, hogy hogyan tettem szert erre a nagyon csinos kis darabra itt mellettem. Nézzétek meg a lábokat, vannak lábak is. Jaj, adok neked cumit, mert különben hát sajnos belebeszél. Igazán nem tud még beszélni, de már hát vélemény az van csak magas helyet egyet vele. Igaz? Igaz. Ipari méretű terhesség ütötte fel a fejét itt a Ferencvárosi lakásomban, mert hát egy nagyobb, vagy egy ilyen közepes, de inkább nagyobb méretű bolygóvá vált a testem, ami ugye általában az olyan volt, ezzel nincs mit szépíteni. Viszont a hőmérséklet növekedés hatására ebből az egész dologból, ebből a 9-10. hónap, 10. hónapos terhesként, hogy úgy mondjam, egy ilyen, egy ilyen kanapi alapú életformává változtam. Ne hánytasd meg magad, majd tinédzser igen, tegyük ezt vissza. Így van. Ham, 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 ham. Tök őszinte leszek, én meg voltam győződve róla, hogy a 38. héten be fog indulni a szülés, de az, az igazság, hogy a terhes megérzések azok egyáltalán nem működnek. Akármit mondanak, ez nem igaz. Ezt a 39. hét. Az azért volt érdekes, mert akkor kezdődött el a hát a verbális vajudásom. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve végig szóban vajudtam, ugye panaszkodtam, sóvárogtam a szülés után, minden bajom volt. Ezt nagyon nagyra a Péter is, a közelben dolgozó eladók, a taxisofőrök, a különböző orvosi asszisztenciával foglalkozó emberek és az orvosom is. Very good time for everyone! Happy, happy! Pregnant woman everywhere. Aztán szóval a bündet is végrehajtásban kéne használni ezt a módszert, hogy így mesterségesen terhesen tartani embereket, így 15 éven keresztül. Ez, ez, a legkegyetlen dolog, amit most kitől hirtelen találni. Szóval, meg voltam győződve, hogy a 38. héten fog elindulni a szülés, Péter biztos oldal, hogy a 40. héten fog elindulni a szülés, és amikor már a 40. hetet is elhagytuk, akkor ránk telepedett egyfajta érzés, hogy miért nem is vagyok terhes? Mi, hogy az egész, amit felépítettem, az valójában egy vaklárma volt, és csak, nem tudom, elbújrázottak a hormonjaim, és felpöffettem, mint az afrikaiak, akkor éheznek, csak ez egy ilyen invers változata volt annak. Szóval csak simán elhisztem, már mondjuk ki, mondjuk ki. Ami nem segít így ezekben az utolsó hetekben, azok így az ismerősök. Tehát ha van rá mód, akkor mindenkinek javaslom, hogy egy barlakban bújjon el, ahogy ezt én is megpróbáltam, mert gyakorlatilag reggel, amikor kintottam a szemem, rátnéztem a telefonon, és azt láttam, hogy tik 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 üzenetek, és már köszönés nélkül a 36. héttől felfelett csak ezek, hogy na mi van már, na? Meg van már, na? Akkor, na? tejfakasztó indulhat, na mi van? A gyerek van már? Egybe vagy még? az szóval egybe vagy még, ez egy gyönyörű kifejezés, és hát a válasz igen, még nem cinzáltak szét a sakálok, pedig már nagyon vágyom rá. A várakozást azért próbáltam kicsit feldobni, mert hát nagyon sok tartozásom volt, ugye felírtek is. Hát csináltam magamnak ilyen aktív programokat, például ugye megcsináltam a hasgipszelést. Itt most én nagyon elegánsan fekszem, mögöttem Anita, aki volt annyira oktondi, és magától jelentkezett erre a feladatra, nem tudtam még, hogy mit vállal az alapozás. <laughs> Lehet, hogy hideg lesz. Á, ah, nem. Tök jó. Vagy a kell az vazelinnel. Ilyen gimióta nem történt velem. Hmm. Felkerült vagy 28 réteg cucc. Itt keményedik. Keményedik a technol. Ez van kell Mindenki, aki azt mondta, hogy a hasgipsz az egy teljesen haszontalan tárgy, utána éveken keresztül csak kerülgetni kell a garázsban, annak azt üzelem, hogy nagyon-nagyon tévedtek. És Zsolt, akkor készültek egy kis oh, yeah. vendégváróval. Tehát várom az ezer szavas fogalmazásokat azzal kapcsolatban, hogy miért a leghasznosabb tárgy az óriás teknő, ami a hasad lenyomatából készült. Köszönöm Kazma Anitának, hogy a szükség óráiban megjelent itt egy nagyvölör gipsztel, és együttesen összemocskoltuk az egész lakásomat. Nagyon jól sikerült, és ha akartok hasonló dolgokat, akkor a Anitát. Hát mi ez a buli-buli? Mi ez a buli-buli? Így van. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy mekkora katasztrófa helyzet ütötte fel a fejét a terhességem utolsó óráiban? Hát ez van, kedves Ulikum, nem kell engem támogatni, nincs erről szó. Aztán, hogy jó, visszaesnek a részvények. Hát, mit tudhatunk mi erről? Igaz. Mi nekünk a sebükezés nincsen. Igaz. Szóval, hát így számogtak egymás után az eseménytelen hétköznapok, és hát ennek az eseménytelenségnek az orvoson vetett véget, aki hát mondta, hogy kedves kis van, hogy befáradni a kórházba, és akkor elkezdik a mesterséges megindítását a folyamatoknak. Mondom, ez nagyon jól hangzik, előtte még próbáltam belehúzni, Bábakoktélt nem ittam, teljesen őszinte leszek, mert, mert hát egyáltalán nem volt erre már szükség, hogy még attól is rosszul érezzem magam. Többen abajgattak, hogy szexeljetek, hát a szex az úgy megindítja, a szex a legjobb az egészre. Az orvos is mondta, hogy Péter legyen szíves, hát ön kezdtel, akkor ön fejezi be, ugye? Hát én majd csak levezetem, ez már alapjában elég furcsa hangzott. Én erre minden egyes alkalommal azt mondtam, hogy nem, köszönöm, én már tele vagyok. Bármit belém még én abban a pillanatban fel fogok robbanni, de nem a jó irányba. Mikor után elmentünk uh, ultrahangra, ahol mondták, hogy ha, ez a gyerek nem farfekvéses, jól fekszik, de most már arcfekvéses. Hogy van ilyen, hogy a arcfekvés, érted? Eljött a szülés napja, mondták, hogy hát ennél tovább már nem érdemes terhesnek lenni, tehát hogy lehetséges még, de hogy már nem érdemes, ők meg nem is engedik. Legyek szíves bevonulni a kórházba, és akkor majd ők megindítják a szülést. Én még arra gondoltam, hogy ez, ez egyszerűen fog menni, és mondták, hogy jó, akkor megbalanoznak, már az elképzelése a balonzásnak sehogy sem volt fájdalommentes, cserébe a megvalósítása nem volt annyira rossz, mint egy elképzeltem. Egy nagyon helyes, ilyen 14 évesnek kinéző doktornő feltett nekem egy ballont a mészájomba, szájamba, hogy az majd reggel feltetik vízzel, és ez reggel kitágítja. Szóval azért, hogy egy csőben feltolnak egy lufit, amit megtöltenek vízzel, és a súly lehúzza, és ezáltal kitágul a, a mély szájad. Na ez, ez nagyon jó módszer, már akinél működik, mert nekem nem működött. Reggel annyi történt, hogy megnéztem három részt az akkori kedvenc sorozatomból. Egy cent is volt a mészájam, úgyhogy azon nem férke egy a gyerek valami oknál fogva, úgyhogy azt mondták, hogy oxitocint kell kapnom majd intravénásan, úgyhogy be is a szülőszobára, kaptam az oxitocint nagyjából 6 órán keresztül, már a végén ilyen extrém dózisokban, amire újra a testem, hogy horkolva valóttam az ágy közepén. Valami van köztem és az oxitocin között, leginkább semmi, mert hogy így nem működünk együtt. És hát mondta az orvos, hogy milyen, hogy meg ez, meg az, meg az, akkor legyek szíves, akkor hát menjünk a műtőbe, műtőbe. Ez addig nem is volt ilyen probléma, amikor meg nem jelent Attila, a beteghordó mester, aki csak annyit mondott, hogy szervusz Attila vagyok, légy szíves, vetkezd pucérre, és feküdj fel erre a gurulós ágyra. És akkor az az igazság, hogy volt valami hangkordozás, mert tudtam, hogy itt nincs olyan, hogy ne, lehetne, hogy csak a zé, meg mit tudom, hogy nem volt benne, nem volt ebben opciók. Hát így 32 évesen azt hiszem, hogy napfénynél pucérvet közben 9, sőt már 10 hónapos teresen, 10 hónapos teresen, mindenki előtt, aki ott volt így a környéken, hát egy kicsit így, hogy mondjam, kirángatott engem a komfortzónámból, mondjuk egy ilyen, egy ilyen kávé, így tudnám megfogalmazni. De Attila nagyon kedves volt és jó illata volt, úgyhogy nem volt probléma. Elvitt a műtőbe, ahol 16-an voltak, és hát itt jött a következő komfortzónából való kibújás, ugyanis nem tudom, hogy ti hogy vettek vele, de én még soha életemben nem csináltam pucéron a cica hátat 16 ember előtt, tehát, hogy így domborítani kell a hátaddal, miközben beadják a hátadba, a gerincedbe az érzéstelenítőt. És amikor ilyen, ebben a helyzetben azt mondják neked a művész, akkor érzed, hogy ez, <laughs> ez, ez, egy olyan dolog, amire, <laughs> amire, mások sem akarnak emlékezni, nem csak te. <laughs> Aki azt mondja, hogy a császáros szülés nem könnyű, az kérdezem meg Attilát, aki áttett engem saját önerőből az egyik egyről a másikra. Mm. És aztán hát utána elfektettek, mondom, hogy jó, mert fekve sokkal jobban nézek ki, úgyhogy megnyugodtam, most már mindenki nézhet, láthat, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Felhoztak ilyen ponyvát, ami úgy nézett, mint egy bábszínház, beálltak mögé az orvosok, ugye elkezdődött a muri, egy ilyen vizes vattával nézték, hogy érzem -e, vagy nem érzem, és nagyon tudja a cucc, mert hát tulajdonképpen érzed, de mégsem érzed. És hogy elkezdek, elkezdek, rángatni, közben kedélyesen beszélgettek egymással, velem is kedélyesen beszélgettek. És uh, ponton csak arra tudtam gondolni, hogy na most kiderül, most tényleg gyerek van oda bent, vagy mi van ott egy vekni kenyér, vagy egy kis macska, vagy egy nagyobb macska. És ebben a például kiemelték ezt a kis húsos, húsos derejét, ezt a húsos derejét, ez lila volt, nagy buksi feje volt, így átemelték ezzel, ezért meg is mutatom ezt a képet, így nézett ki, és hát mondom, hát ez, ez egy gyerek, akár is nézzük, ez egy gyerek, a diagnózis helyes volt, ez egy gyerek, és hát hozzányomták a kis arcomhoz. Nagyon aranyos volt, nagyon aranyos volt, nem emlékszem a szagára, erről sokat beszéltünk, nem emlékszem a, 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 a szagát, csak arra emlékszem, hogy kicsit meg voltam döbbenve, mert hát az apjára hasonlít. Ennyi szenvedés, ennyi baszakodás, és képes úgy megszületni, hogy az apjára hasonlít. Összevartak, mondtam nekik, hogy ezt jó szűkre, mondták, azt nem mit kell mondani, azt a rendeszülésnél, mondom, akkor, akkor csak vegyetek ki egy másfél kiló ilyen belőle, azt hazaviszem az teljesen oké lesz, mondták, hogy eset csinálják meg, mondtam, akkor jó, mindegy, akkor mindegy. Kitoltak a műtőből, és hogy toltak be a szobámba, akkor ott már ott állt Péter a szobá ajtóba, és az egy ilyen emocionális pillanat volt, mert ugye én életben voltam, a gyerek ott volt a kosárba, Péter is ott volt, az az ing volt rajta, amit nagyon szeretek. Lehetne ennél jobb, összenéztünk, nem most teljesen komolyan, az egy nagyon emóciális pillanat volt, én ott el is magam egy kicsit, Péter is elsírta magát, de ezt nem mondhatom el, mert a kollégái is nézik ezt a vlogot. És most beszéljünk Péterről egy keveset, <laughs> akkor... Gyere, hány a nyakamba! Utána még bent lenni 72 órát, és jöttek látogatni a barátok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aranyosak voltak. Az első éjszakára elviszik a csecsemősök a gyereket, mert ugye akkor úgy is alszanak még 24 órát, tehát hogy az első 24 órát átalusszák, ami gyakorlatilag egy betetés, mert ez azt mondta, hogy ez a gyerek, ez nagyon nyugodt. És aztán másnap, ugye már, amikor kicsit jobban vagy, akkor megkapod a gyereket éjszakára. Ahogy megkapta a gyereket, ugye 4600 g született, 24 órán nem evett, mert hiába szopizott, de tejem az nem volt. Hát gondoltam, hogy akkor majd most is alszunk, mint az előző este aludt végig. Abban a pillanatban, mindenki elhagyta a kórtermet, le 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 lejöttek az esti fények, már aludni készülődtünk, amikor teljes teritorokból elkezdett ilyen kétségbeseten sírni órákon keresztül, konkrétan nem tudtam, mihez kezdjek. Hát mondom, próbáltam szoptatni, de hát nyilván nem jött be semmi, mondom, most mi lesz, most mi lesz? Elviszem a köz, majd ők megoldják. Biztos van egy fogás, vagy valami lesz vele. És ha betoltam a csecsemőosztályra, és akkor mondja nekem egy ilyen idősebb éjszakai művér, hogy ha, Hát mondom, hogy van itt az üvöltő gyerek, nem tudom, észrevette. Na, és ezzel kéne valamit csinálni. Hm, hát éhes. Hát mondom, no shit, Sherlock, Így eh, erre nem gondoltam. Azt hittem, hogy egzisztenciális krízise van, vagy eh, megbánta a rudalózót, amit választott mára, vagy nem, nem tudom, miért, miért, sírhat. És hogy, hát mondom, igen, érted, hogy éhes, de hogy mit kell csinálni? Hát, meg kéne Hát, mondom, oké, ok, van nálam egy 70 days, meg egy ropi, ami rajta volt a listán, hát melyiket adjam neki, vagy mi az elképzelés, hogy hogy legyen. És mondom, akkor hát akkor írjuk alá egy kis papírost, és akkor kap egy kis tápszert. Úgyhogy ezzel a szituáció el is dölt az, hogy fogja kapni tápszert, vagy sem. Negyedik nap hazajöttünk, aludtam négy órát egybefüggően, és úgy keltem fel, mint a kamasz fiúk szoktak 13 évesen, hogy össze volt ragadva rajta a póló, és hát akkor jött meg a tejem. Hoppá, hoppá. De valami oknál fogva annyi tejem sose lehet, hogy elég legyen. És ezért ilyen vegyes tüzelésű, úgyhogy fele tápszer, fele tej, de most már egyre kevesebb tej, mert egyre kevesebb tejem van. Nem tudom, hogy mi az oka, valószínűleg tartom, hogy azért, mert hasimotón van, vagy azért, mert van valami problémám az oxitocinnal, amire szintén szükségem lenne a szobrodás kapcsán. Nem tudjuk, nem tudjuk, de nem sokára már kovászos uborkát fog enni ez a gyerek, mert olyan erős, igaz? Kovászos uborka. Azt kell az ilyenbe. Szóval, neki mentünk ennek a dolognak, hogy majd jól megszűjük, mint a vikingek, és aztán szétszoptatjuk még a kerületet is, ehhez képest császár lett a vége, és egy kanyi tejem nem volt, tehát konkrétan annyi sem. Szóval a expectations versus reality itt is azért elég durán bestrájkolt, hogy így angol-magyarosan hunglisül elmondjam a lényegnek a, a történetek a lényegét. Összeomlott a mondatszerkezet alkotó képességem is. Viszont a női szerveim olyanok, mint 16 évesen. El fogok minden mesélni arról, hogy milyen anyává válni, meg hogy hogyan alakult ez így bennem a következő részben addig pedig mindenkinek könnyű szülést kívánok, táguljatok, bővüljetek, gyertek el a Duma nézzétek meg az új önálló estemet, aminek nem más a címe, mint Nagy Árpi. Nem szabad bántani, nem karmincolunk. Miért van a gyerekeknek óriás körmük? Nagyon vigyázzatok Kozsóval, mert bárkinek megjelhet a nappaliában, és amúgy is tartsatok velem, mert nem hagylak titeket magatokra, jövő héten jövünk még egy matriós és utána pedig együtt bele fogunk fogni a gyermekágyi szakaszba. Igaz. És könnyű szülés mindenkinek. Hát mi volt? Anyának, hogy húsos táskája? Igen. Igen. Mazsolásnak kedli? Igen. Mazsolásnak kedli-e? Nagyon szimpi volt ez a kis tica. Elvihetem magamnak? Igen, igen, persze. Vigyázz nyugodtan. Simogasd meg. Előbb simogasd meg. Igen, nyugodtan. De... Ne, ne, ne nézz a szemébe! Ne, ne nézz a szemébe!